A háború, mely azóta pusztította Távol-Keleten, hogy Japán 1937-ben megtámadta Kínát, 1939. szeptember 1-én Európát is elérte, amikor Németország lerohanta Lengyelországot. A konfliktus 1941. december 7-én vált világméretűvé, amikor a japán repülőgépek támadást intéztek az amerikai haditengerészeti bázis ellen Pearl Harbornál. A háború minden földrészre kiterjedt, és 6 éven át tartott. Végül egy új korszak új fegyverével zárult le. Ez az emberiség történelmének legjelentősebb eseménye. A filmben szereplő emberek részesei lettek ennek az időszaknak. Ők a szemtanúi a háború diadalának és tragédiáinak, bárhol is történtek ezek. Az ő tanúságtételükből kiderül, miként alakították a világunkat azok, akik megtudták, és azok, akik nem voltak képesek megfizetni egy birodalom árát. A második világháború. Egy birodalom ára. Hadjárataik első néhány évében a németek és a japánok is nagy sikereket értek el. Németország elfoglalta Kelet- és Nyugat-Európát, majd a Szovjetunió jelentős részét is. Japán pedig a Csendes-óceánon meghódította Burmát, Malajziát, a Fülöp-szigeteket és Holland Kelet-Indiát. 1943-ban azonban fordulat következett be. Az év végére a tengelyhatalmak már védekezésre kényszerültek. 1944 folyamán a szövetségesek a háború minden színterén előre törtek. Keleten, a Szovjetunióban és nyugaton a második fronton is. Az Overlord hadművelet. A szövetségesek ekkor már folyamatosan bombázták Németországot. Az egyre nagyobb veszteségekkel küzdő Luftwaffe-t nem lehetett a keleti frontra vezényelni. Minden repülőgépet a német városok és ipari létesítmények védelmére használtak. Több 10 000 katonával együtt. 1943. szeptemberétől 44. március végéig a brit és amerikai bombázók óriási károkat okoztak Németországnak. 44. januárjától kezdve a P-51B Mustang vadászgépek hadrendbe állításával a támadások még erősebbek lettek. Hőt és nélkül, 10 000 méter magasan iszonyú hideg volt. Hogy ezt ellensúlyozzák, egy elektromos fűtőt építettek be a repülős egyenruhánkba. A csatlakozót a műszerfalba kellett bedugni, és ez meleget adott. Máskülönben megfagytunk volna odafent. A brit bombázó parancsnokság tovább támadta a német városokat. A Hamburg elleni 40 000 civil halálával végződő bombázást követően Arthur Harris főparancsnok a német fővárost vette célba. Megkezdődött Berlin bombázása. A Führer ugyan elfüggönyözött kocsiban utazott, hogy ne kelljen látni a romba döntött fővárosát, de maguk a bombázások nem törték meg a német népet. Mire én Európába kerültem, volt egy G nevű navigátor műszerünk, amellyel meghatározhattam a helyzetemet.
Akkor is, ha sűrű volt a felhőréteg, ami egyébként gyakran megesett. A műszer nélkül lejjebb kellett volna ereszkednem, hogy tájékozódni tudjak. A katonai célpontok megsemmisítése már több eredménnyel járt. A februári úgynevezett nagy hét során a brit és amerikai gépek több mint 15 ezer tonna bombát dobtak le a katonai létesítményekre. A repülőgép és alkatrészgyárak elpusztításával megbénították a német légierőt. Mindannyiunkban ott dolgozott a céltudatosság. A példaértékű bajtársiasság. Ez a veszteségeket is segített feldolgozni. Azt soha egyik társunk sem kérdőjelezte meg, hogy helyes-e az, amit csinálunk. Nem, soha. 1944 tavaszára már világossá vált, hogy pusztán bombázással nem lehet kikényszeríteni a háború végét. A március végi Nürnberg elleni támadásban a németek 94 szövetséges bombázót lőttek le, és ez összesen 540 fő emberveszteséget jelentett. Ekkora veszteséget még a vadászrepülőgép parancsnokság sem szenvedett el az angliai csata során. Ráadásul Nürnbergben alig esett kár. Ez volt az utolsó epizódja az Arthur Harris féle hadviselésnek, amelyben összesen 1000 repülőgép veszett oda. A bombázók új feladatot kaptak. Azt, hogy készítsék elő a nyugat-európai inváziót. A távol-keleten viszont a szövetségeseket fenyegette invázió. A japán hadsereg ugyanis újra támadásba lendült Burmában. A kínaiak kizárólag a szövetségesek fegyverszállítmányai révén jutottak modern fegyverekhez. Ám 1943-ban ez az utánpótlás Japán újabb támadása és a burmai út elfoglalása után jóformán megszűnt. Az új útvonal, a Ledó út építése pedig az esős évszak beköszöntével meghiúsult. Ezért 1944 elején a szövetségesek Észak-Burma megtartására koncentráltak, hogy befejezhessék az út megépítését. Ehhez Joe Stilwell, a Burmában harcoló kínai csapatok amerikai parancsnoka, Ledóból a burmai határ felé haladva szeretett volna területet szerezni. Ez alatt Old Wingate, brit vezérőrnagy, csindi tettségeit az Irrawaddy folyóhoz vezényelték, hogy elvágja a Stilwellt feltartóztatni akaró japánok összeköttetését. Északról a Weili Huang tábornok vezette kínai csapatok Teng Yue-nál támadták meg a japánokat, Wingate felé terelve 56. hadtestüket. A terv február 5-én az első csindi tettségek elindulásakor lépett a megvalósítás szakaszába. Másnap a japánok is támadásba lendültek. Az 55. hadosztály észak felé tört előre, hogy bekerítse a 15. indiai egységet. A japánok teljes erőbedobással támadtak, de végül lemondtak a burmai Arakan államban tervezett előrenyomulásról. A brit és indiai csapatoknak először sikerült visszaverniük japán támadást. Felderítőként szolgáltam. Nagyjából 100 méterre jártam a bajtársaim előtt, de nem láttam semmit. A dzsungel mindent elrejtett. Hirtelen lövés dördült. Nem mehettem tovább, mert nem tudtam, hol lehetnek a japánok. Csak egyszer lőttek. Lelőtték a tizedesünket. Arra számítottam, hogy minket is hátba lőnek, miközben őt magunkkal vittük.
Légitámadást kértünk az amerikaiaktól, akik lebombázták a japán állásokat a dombtetőn. A túlélők éjjel visszavonultak. Így haladtunk előre. Március elején a csinditeket ledobták a Kaukvájt völgyben, és ezúttal az akció sikerrel járt. A katonák beásták magukat, és visszaverték a japánok rohamát. A csinditettségek állásaitól délre a japánok fő offenzívája egy héttel azelőtt indult meg, hogy Slim tábornok védői felkészülhettek volna a támadásra. A japánokat az indiai nemzeti hadsereg alakulata is támogatta. Ezt a hadifoglyokból álló alakulatot az India függetlenségéért küzdő Subhas Chandra Bose szervezte meg. Az alakulatok tagjai éjjel India kiáltással keltek át a Chindwin folyón. A japánok 33. hadosztálya jelentős területet foglalt el, és délfelől lassan lőtávolságra megközelítette Impalt. A 20. indiai hadosztály beásta magát az Impalba vezető úton. Végül 3 hónapig tartó kemény harcárán megvédték a várost. A japánok célja egyértelmű volt. Elfoglalni az indiai Kohimát és annak vasúti csomópontját, ahonnan egyenes út vezetett Dimapurba, az angolok egyik legnagyobb indiai ellátmánybázisa felé. Végül a japánok 15. hadosztálya elvágta az Impalt Kohimával összekötő utat. Ám a britek helyzetét nem csak ez nehezítette. Orvingét hasonlóan Khartoumi Gordonhoz és arábiai Lawrencehez repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. A csinditettségek Joe Stilwell parancsnoksága alá kerültek. Április 3-án a 31. japán hadosztály már Kohima közelében járt. Ugyanazon a napon egy brit gyalogos zászlóval érkezett a lerakat védelmére. A mindenre elszánt védők 2 hétig tartották magukat. Az egyre szűkülő hurokban elkeseredett közelharc vette kezdetét. Volt, ahol a harcoló feleket csupán 15 méter választotta el egymástól. Ejtőernyővel ledobott utánpótláson éltünk. Vészhelyzeti fejadagokon, de a japánoknak még ennyi sem jutott. A rossz utánpótlási vonalak miatt a háborúban elesett 1.740.000 japán katona 60%-ával az alultápláltság és a sokféle betegség végzett, nem pedig az ellenség. Április 18-án egy Punjab zászlóajnak és egy páncélos egységnek sikerült áttörnie a japánok gyűrűjén. Kohima védői elvesztettek 300 embert, de kitartottak. A japánok végül azért adták fel, mert elfogyott az ellátmányuk és a gyógyszerük. Ezért kelet felé indultak. Azt remélték, hogy a falvakban találnak ennivalót. Elvették, amit találtak. Ám ennek híre ment, és az emberek elmenekültek előlük. Aztán a burmaiak bosszút álltak. Ha japánokra bukkantak, akkor rögtön megölték őket. A japánok szörnyű helyzetben voltak. Május 11-én Wei Li Huang tábornok is támadásba lendült. Június közepére a Kohima és Impal közötti út újra járható lett. A japánok a fogság helyett inkább a halált választották.
Most is jól emlékszem arra, amit belénk vertek. Nincs olyan, hogy megadás, csak a halál van. Számunkra még az is jobb, mint a hadifogság szégyene. Egyetlen japán katona sem eshet fogságba. Már 90 éves vagyok, mégis jól emlékszem erre. Ez a kiképzésünk része volt. A golyó általi halál az igazi dicsőség. És még az éhhalál is jobb, mint a gyalázat, ha valaki hadifogságba esik. Mert akit elfognak, az nem térhet haza élve, és csak a halálával moshatja le magáról a szégyent. ...1944-ben a Távol-Keleten nem csak az indiai, burmai hadszíntéren zajlottak komoly offenzívák. A Marshall és a Gilbert szigetek elfoglalása után a szövetségesek figyelme a Mariana és a Fülöp szigetek felé fordult. Az amerikaiakhoz hasonlóan a japánok is tisztában voltak a Mariana szigetek geopolitikai jelentőségével. Azt tervezték, hogy egy erős hadiflottával és a Mariana szigetekről felszálló repülőgépekkel megsemmisítik az amerikai flottát, elsősorban a hordozókat. Csak hogy az amerikai flotta ekkor már nagyobb volt minden addigi csendes-óceáni flottánál. A fő erejét 15 repülőgép hordozó, 7 csatahajó és 21 cirkáló alkotta. Az invázióban résztvevő hajók 4 hadosztályt szállítottak, amelyek biztosítását 12 kísérő hordozó, 5 csatahajó és 11 cirkáló látta el. A hatalmas amerikai armada ellen Tozsoda tengernagynak mindössze 5 csatahajója és 8 repülőgép hordozója volt. A Mariana szigetek ostroma június 11-én az északi szigetek bombázásával indult. Az amerikaiak tudták, hogy ezek megszerzésével a többi szigetet is elvágnák az utánpótlástól. A sort az északon fekvő Szájpánnal kezdték. A szigetet 32 ezer japán katona védte. A védők keményen tudták tartani a tengerpartot, mert a partra szállók légi támogatását közben átirányították a közeledő japán flotta ellen. Az amerikai flottának fel kellett készülnie a Fülöp-szigeteki csatára. 1944. június 19-én és 20-án lezajlott az addigi legnagyobb tengeri ütközet. A japánok légitámadást akartak intézni az amerikai hordozók ellen, ám a radarok észlelték a gépeiket. Emiatt a japánok 219 repülőgépet veszítettek, mindössze 29 amerikai gép ellenében. Még ugyanazon a napon az amerikai tengeralattjárók 2 japán hordozót is elsüllyesztettek. Másnap Mark Mitchell tengernagy ellentámadása során a japánok egy újabb hordozót és 65 repülőgépet veszítettek. Ezt az akciót az amerikaiak a Mariana-szigeteki nagy pulykavadászatként emlegették. Amíg a japánok összesen 3 hordozót és 480 repülőgépet, addig az amerikaiak mindössze 29 repülőt vesztettek. Az anyagi károk és a tapasztalt pilóták elvesztése végzetesen meggyengítette a japánokat. A rutinos pilóták pótlására a japánok új megoldást találtak ki.
Az új alakulat az isteni szélről, vagyis a trópusi ciklonokról kapta a nevét, melyek a 13. században kétszer is elpusztították a mongolok inváziós flottáját. Tagjai a kamikáze öngyilkos bombázópilóták voltak. Július 6-án a szajpani parancsnokok végső rohamot vezényeltek, majd öngyilkosságot követtek el. Másnap a katonák teljesítették a parancsot. A csatában 26 000 japán és 3426 amerikai vesztette életét. A hajó fedélzetéről láttuk, ahogy japán civilek a gyerekeikkel együtt levetik magukat a sziklákról. Tíz nappal Szajpan eleste után a kritikus hangok miatt Tojo Hideki japán miniszterelnök lemondásra kényszerült. Három nappal később az első tengerészgyalogos zászlóalj partra szállt Guamon. 24-én két másik egység elfoglalta Tinian-t. Tinian augusztus 1-én, Guam augusztus 10-én esett el. Igaz, a legutolsó japán katona csak 1960-ban adta meg magát. Guam elfoglalása közben maláriás lettem, 40 fokos lázzal. Bedugtak a kórházhajóra, majd hazaküldtek. Hiszik vagy sem, hazaküldtek. Csak azt tudnám megmondani, hogy mit éreztem, amikor felolvasták a nevemet, aki maga is szolgált már háborúban és megúszta. Japán már egyértelműen vesztésre állt. Európában a szövetségesek lassan és sok áldozatárán haladtak észak felé Olaszországban. Miután 1943. szeptemberében partra szálltak, a szövetséges katonák Róma felé indultak, ahol a német Gustav vonal állta az útjukat. Az amerikaiak a nyugati parton Salernónál és Nápolynál szálltak partra, a britek pedig a Csizma hegyétől, illetve az Adriai parton álló Termoli felől nyomultak északi irányba. Novemberben kemény ellenféllel kerültek szembe, Albert Kesseringgel. November végén Montgomery kelet felől megtámadta a Gustav vonalat, és sikerült áttörnie rajta. Ám 1944 elején Eisenhowert és Montgomeryt kivonták az olasz hadszíntérről, hogy segítsenek az európai invázió megtervezésében. 1944. januárjában az addigi 4,5 millió fős vesztesége ellenére a német hadsereg még mindig nagyon erős volt. 9,5 millió ember tartott fegyverben. Habár ezek a számok nem mutatják a harcedzett katonák és a frissen besorozott újoncok arányát, a Gustav vonal nyugati végén szolgáló németek továbbra is kemény ellenfélnek bizonyultak. Január 22-én egy új művelet keretében amerikai és brit csapatoknak Anziónál sikerült a német vonal mögött partra szállniuk. A város egy időre a világ negyedik legforgalmasabb kikötője lett.
A szövetségesek egy 24 kilométer széles és 16 kilométer mély partszakaszon szálltak partra, ám Kesselring egy 6 hadosztályból álló sereget küldött ellenük. Az amerikaiak február közepén megkezdték a Gustav vonal ostromát, hogy azon áttörve egyesíthessék csapataikat az Anzionál partra szálló erőkkel. Egy héttel később az anziói amerikai sereg parancsnokát felmentették, amiért nem tudott eredményt felmutatni. A német erők folyamatosan erős nyomás alatt tartották Anziót, és elszigetelték a híd főállást. Csak a szövetséges légierő folyamatos támadásai miatt nem tudták visszafoglalni a várost. A Gustav vonal elleni támadás Monte Cassinónál elakadt. Február 2-a és május 17-e között a szövetségesek 5 rohamot indítottak az ősi bencés apátság ellen, melyet 135 bombázóval porig romboltak. Ám a romok között harcoló németek így is sorozatosan visszaverték az indiai, kanadai, brit és új-zélandi támadókat. Végül az Alphonse Juin vezette szabad francia egység marokkói hegyi vadászai utat nyitottak a második lengyel hadseregnek, hogy az bevehesse Monte Cassinót. Május 17-én a németek visszavonultak, és a lengyelek kitűzték zászlójukat a romok tetejére. Éjszaka a romok között keresgéltünk, ahol német sisakokat találtunk, és eljátszottuk, hogy németek vagyunk. Nem azt mondtuk, hogy igen, uram, hanem hogy javol. Korábban a németek 12 betonbunkerből lőréseken áttüzeltek ránk. Csak úgy tudtunk átjutni rajtuk, hogy gránátokat dobtunk be közéjük. Így tudtuk semlegesíteni a védelmüket. A Monte Cassinói fronton a szövetségesek alig 15 kilométert haladtak előre 3 hónap alatt. Május végére a német haderőket felmorzsolták, és az út nyitva állt Róma felé. Ekkor célszerű lett volna kelet felé fordulni és elvágni a visszavonuló 10. német hadsereg útját. Már Clark tábornok azonban nagyra törőbb tervet dédelgetett. Így, amíg ő az örökvárosba való dicső bevonulásra készült, a 10. német hadseregnek sikerült épségben visszahúzódnia. Clark tábornok csapatai végül június 5-én érték el Rómát. Ám az áhított dicsőséges bevonulás elmaradt, másnap ugyanis bekövetkezett a D-nap. A szövetséges haderők 9 hónap alatt 40 ezer halott és sebesült árán értek el az olasz csizma orrától a közepéig. A keleti fronton a tavaszi olvadás lehetővé tette, hogy a szovjet haderők március elején megkezdjék a saját offenzívájukat. Ám az egyik legjobb parancsnokuk, Nyikolaj Vatutyin, egy a független Ukrajnáért küzdő partizáncsoport rajtaütésében megsebesült, majd később belehalt a sérüléseibe. A szovjet offenzíva célja az volt, hogy éket verjen a német A és középső hadseregcsoport közé. A legjobb hírek az orosz frontról érkeznek. A vörös hadsereg győzelmet győzelemre halmozva veri vissza a megszállókat, és töri át a védelmüket. Zsukov első ukrán frontja 2 nap alatt 40 kilométert nyomult előre a Sártengerben. A hónap végén Hitler felmentette Kleistet és Manstein-t, és a helyükre Walter Model-t, illetve Ferdinand Schörnert nevezte ki. Mindketten hűséges katonák, de kevésbé tehetséges parancsnokok voltak.
Április 8-án a szovjet csapatok behatoltak a Krím félszigetre, és két nappal később Odesszát is bevették. 17-én Ternopil következett. A többihez képest ugyan Ternopil nem volt jelentős város, Hitler mégis erődnek nyilvánította. Úgynevezett Festungnak. Ennek megfelelően 4500 védője a végsőkig kitartott. Az ostromot mindössze 55 német katona élte túl. Május közepén a Krímet védő utolsó 25 000 német katona is letette a fegyvert, és a szovjetek figyelme új célpontra irányult. Meg kellett tervezniük a hadjárat legnagyobb offenzíváját, a Bagration hadműveletet. Ezt a műveletet már összehangolták a nyugat-európai invázióval. A Sztálinnak megígért második front megnyitását a szövetségesek 1944 nyarára tervezték. A második front előkészítése már 1943 áprilisában elkezdődött. Több száz férfi és nő egyetlen számítógép, kalkulátor vagy mobiltelefon nélkül dolgozta ki a partraszállás logisztikai hátterét. A művelet során több tízezer katonát kellett átszállítani a 35 kilométer hosszú, kiszámíthatatlan tengeri útvonalon, hogy aztán a seregek partra szállhassanak és áttörhessék a németek védvonalát. Egy ekkora volumenű művelet sikeréhez elengedhetetlen volt a titoktartás. Óriási szerep jutott a félrevezetésnek is. Az angolok például bejelentették, hogy a 4. brit hadsereget Skóciába vezénylik, holott a 4. brit hadsereg sohasem létezett. Azt is bemondták, hogy Patton első amerikai hadserege a csatorna brit oldalára vonult át. A valóságban ez a sereg sem létezett. Minden Normandiára ledobott bombára 3 máshol ledobott bomba jutott. A németek minden információjukat a Nagy-Britanniában beépült kémeiktől szerezték. Nem tudták, hogy a D-napra már minden ilyen ügynökük átállt, és hamis információkkal látták el a németeket. Dél-Anglia partján egy 16 kilométeres szakaszt harci zónának nyilvánítottak. A polgári lakosságot evakuálták, és a katonákkal a partra szállást gyakoroltatták. A művelet legfőbb parancsnokának, Eisenhower tábornoknak az angol és amerikai meteorológusokból álló csapata nem tartotta megfelelőnek a június 5-i dátumot. A 6-át viszont már jónak találták, ezért a tábornok kiadta a parancsot az invázióra. Úgy fogalmazott, hogy a folyamat megfordult, Istenemre mondom, remélem, tudom, hogy mit csinálok. Ki is beszálltunk a hajókba, ám amikor elkezdték berakodni a tankokat is, akkor már tudtuk, hogy itt az idő. Amúgy egy szó sem esett semmilyen invázióról, de mi másra kellett volna annyi hajó? Még néhány nappal a D-nap előtt sem tudtunk semmit azon kívül, hogy a Franciaország elleni invázióban fogunk részt venni. Csak akkor kaptuk meg az információkat, a partról és a célpontokról készült felvételeket. Odafelé mindenki ezt az új önmelegítő levest kapta enni. De amikor működésbe hoztuk, a porció alja felizzott, megégetve a zöldséget. A teteje viszont hideg maradt. Nem működött. Bámulatosan hatékonyan zajlott a munka. Mindenki megkapta, hogy hányadik hajóba osztották be, és azokból több száz horgonyzott a kikötőben. Minket az 59-es hajóba tettek, mondtam rendben. Viszonylag könnyen megtaláltuk, és megkezdtük a behajózást.
Sok francia honfitársam attól tartott, hogy a többiek majd beijednek. De amikor megláttuk azt a hajóhadat, rögtön tudtuk, hogy győzni fogunk. Az invázió elleni védvonal parancsnoka Rundstedt volt, a Normandiát védő egységeket pedig Erwin Rommel tábornok vezette. A sivatagi Róka azonban éppen a D-napon nem volt a hadiszálláson, hazautazott a felesége születésnapjára. Rundstedt egy összesen 850 ezer fős hadseregnek parancsolt. A katonák között volt 60 ezer orosz is, akik a fogolytábor helyett inkább beálltak a német seregbe. Ugyanakkor a németek 1944-ben már kevesebb harckocsival rendelkeztek, mint amennyivel 1940-ben lerohanták Franciaországot. Viszont bíztak a Hitler által építtetett Atlanti falban, mely 2000 kilométer hosszan húzódott a parton és 12 ezer bunkerből állt. Az erődrendszert 2 millió kényszermunkás 2 év alatt építette. A fegyverzete tekintélyes része a felszámolt Maginot vonal felszereléséből származott. Az inváziós flottát 700 hadihajó kísérte, amelyek feladata a bombázás és a légvédelem volt. A partra szálló egységeket 2700 hajó támogatta. Ezeken volt a katonák ellátmánya és a hídfőállás kiépítéséhez szükséges technikai felszerelés, vezetékek és a mobil kikötő védelmét biztosító betontömbök. A katonák 2500 partra szálló hajón utaztak, mindegyiken volt egy 700 oldalas könyv a szükséges parancsokkal. A hajók felett több ezer repülőgép biztosította a légi fölényt. Ezzel szemben a németek alig 170 működőképes repülőgéppel rendelkeztek. A teljes inváziós haderő több mint 3 millió személyt számlált. Majdnem 6000 hajó készült a Normandia elleni invázióra. Soha nem felejtem el azt a látványt. Hajó, hajó hátán. Amíg csak a szem ellát. Mint apró pontok a távolban, amelyek egyre nagyobbak lesznek, ahogy közelednek Normandia felé. Aki látta azt a tengeri és légi haderőt, ami ott összegyűlt, az sohasem fogja elfelejteni. Menet közben a partra szállító hajók olyan közel haladtak egymáshoz, hogy zászlókkal is tudtunk kommunikálni. Még fényjeleket sem kellett használnunk. Ugyanakkor nagyon féltünk, hiszen a hajókon nem volt semmilyen fedezék. Olyan tengeri beteg voltam, hogy már azért imádkoztam, hogy a németek süllyesszenek el végre. Próbáltam kialudni magam az előző éjjel. Tudtam, hogy nehéz nap előtt állunk. Az inváziós erők egy 90 kilométer hosszú, 5 szakaszra osztott parton indítottak támadást. Ezeknek a neveit azóta minden a II. Világháború történelmével foglalkozó ember ismeri. Az egyesült brit és amerikai haderők a dél-angliai kikötőkből indulva szétváltak. Bradley tábornok amerikai egységei a Utah és Omaha partszakaszon támadtak. A brit erők Dempsey tábornok vezetésével a Gold, a Juno és a Swordfeather nevű partszakaszokon. Az amerikai 82. és 101. egységet, a Utah, a 6. brit egységet a Sword part mögé dobták le. A számítások szerint a június 5-én éjjel ledobott ejtőernyősök 75%-a rossz helyen landolt, és nem tudott részt venni az első harcokban. Rommelnek 34 hadosztály állt a rendelkezésére, ám ezek közül sok nem a megfelelő helyen tartózkodott.
A legtöbb hadosztály létszámhiánnyal küzdött, és olyan egységek is voltak köztük, amelyeknek tagjait észszerűtlen módon válogatták össze. Június 6-án 5 szövetséges hadosztály szállt partra. Elsőként a 4. amerikai gyalogezred ért partot, és mivel a hullámzás miatt majdnem 2 kilométerrel elvétette a célterületet, egy kevésbé védett szakaszon támadhatott. A 4. ezred 23 ezer katonája mindössze 197 fő veszteség mellett ért partot. Az Omaha partra érkezőknek sokkal nehezebb dolguk volt. A hajónk ki sem ért teljesen a partra. Ezért már a vízben le kellett engedni a rámpát, és a katonák beugráltak a vízbe. Sokan olyan nehéz felszerelést cipeltek, hogy belefulladtak a tengerbe. Az Omaha partvonal magas szikláiról védekezve a németek súlyos veszteségeket okoztak az 1. és 29. amerikai hadosztálynak. Az úgynevezett úszó tankokat idő előtt bocsátották vízre, emiatt sok elsüllyedt, tovább nehezítve a gyalogosok helyzetét. A nap végére 55 ezeren értek partot, ám a sikerért több mint 4600 társuk fizetett az életével. A 3. Gold elnevezésű partszakaszon az 50. brit hadosztály a 8. páncélos dandár támogatásával szállt partra. Mellmagasságig érő vízben gázoltam előre. Alig néhány lépést tettem meg a parton, talán 2-3 métert, amikor a társamat lelőtték. Gyorsan odavetődtem mellé, de már dőlt belőle a vér. Megragadtam a kezét, hogy Charlie, gyerünk! Rám kiáltott, hogy tűnjek el a partról, mert tiszta célpont vagyok, de ezt magamtól is tudtam. Nem terveztem lefeküdni, de nem hagyhattam ott a társamat. A 3. kanadai hadosztály célja a Juno part volt, ahol elsősorban az erős hullámzás és a tankcsapdák okoztak gondot, de éjjelre az erőiknek sikerült egyesülniük az 50. brit egységgel. Az utolsó Szór nevű partszakaszon a 3. brit zászlóalj áttört az ellenálláson. A haditengerészet tisztjei szüntelenül igyekeztek leterelni minket a partról. Tűnés el a partról, 1-2 kiabálták. Az egyikük úgy nézett el a válla fölött, hogy az nagyon furcsa látvány volt. Kiderült, hogy azért, mert egy sorozat félig leszakította a vállát. Úgy merett rá, mintha nem tudta volna elhinni, hogy ez megtörtént. A jó ég tudja, hányan haltak meg így aznap. Az óriási hadműveletekben szükségszerűen fellépő zavarok, a súlyos veszteségek és a felemás eredmények lehetőséghez juttatták a védőket, hogy a kezdeti meglepetés után rendezzék soraikat. A 21. német páncélos hadosztály beásta, és egy ideig tartotta is magát Caennél, így a szövetségesek nem tudták azonnal elfoglalni a várost. Miután sikerült átjutnunk a partvédelmen, már is belefutottunk egy aknamezőbe. Mire azon átjutottunk, 7 tankot elvesztettünk. Három tank kísért bennünket, hogy áttörjenek a szögesdróton. Nagyjából 5 percig bírták. Aztán egymás után bum, bum, bum.
A németek mindet kilőtték. A német 88-as ágyúk borzasztóan hatékonyak voltak. A szövetséges haderő egységei elkezdtek a szárazföld belsejébe nyomulni, és lassabban haladtak ugyan a tervezetnél, de egymás után foglalták el a parthoz közeli falvakat. Mondták, hogy minél előbb el kell tűnnünk a partról, aztán egy úthoz értünk. Onnan már láttuk a templomtornyot, amint lehetett, oda siettünk. A templom ajtajához mentem, a pisztolyommal megcéloztam a zárat, és bum! Amint elsütöttem a pisztolyt, valaki a vállamra tette a kezét. Megfordultam, és láttam, hogy egy fekete ruhás pap volt az, aki a fejét csóválta. Mellém lépett, és egyszerűen kinyitotta az ajtót. Én pedig megszégyenülten követtem, mint egy alázatos kiskutya. Meg nem mondták volna rólam, hogy én vagyok a rajparancsnok. Hitler késő délutánig várt, mire parancsot adott a két tartalékos páncélos hadosztály bevetésére. Még 6-a estéjén sem volt meggyőződve arról, hogy a normandiai partra szállás nem csak egy csel. Márpedig nem az volt. Június 5-éről 6-ára virradó éjszaka hajnali 2-kor riasztottak minket, hogy az amerikaiak partra szálltak Normandiában. Ki kellett ürítenünk az állásainkat és felkészülni az indulásra. A 6-áról 7-ére virradó éjjel elindultunk Landernóból a 350 kilométerre lévő Szellú felé. Gyalog tettük meg az utat, de csak éjjel haladhattunk. Nappal túl veszélyes lett volna a felettünk cirkáló angol és amerikai gépek miatt. Az első nap végére az invázió szinte sehol sem érte el kitűzött célját. De sikerült partra tenni 156 ezer katonát, megszilárdítani a hídfőállást és biztonságba helyezni az ellátmányt. A teljes légi és tengeri fölény mellett semmi sem akadályozhatta meg az erősítés megérkezését. Azonban ennek is meg kellett fizetni az árát. A szövetségesek 3 hét alatt 800 ezer katonát küldtek át Franciaországba, kitörtek Normandiából, és megkezdték a német megszállók visszaszorítását. Sorozatunk következő részében megmutatjuk, hogy a normandiai partokat maguk mögött hagyó szövetségesek megindultak a Rajna folyó felé. A szovjetek Bagration hadművelete szintén elindult, és Berlinig nem is akart megállni. Ázsiában pedig a Fülöp-szigetek elfoglalása után a szövetségesek első ízben léptek Japán földjére. Narrátor Barbinek Péter, magyar szöveg Borsicki Péter, hangmérnök Király Csaba, gyártásvezető Gémesi Krisztina, szinkronrendező Derzsi Csilla. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Visszeleiter Kitti.